Hát ez kemény lesz. Szóval hellóztok! Itt vagyunk a műhelybe. Én vagyok a Farkas, én meg a Tiborius. Én meg a Tiborius, és hát kész vagyunk a leltárra. A leltár az ahhoz kell, hogy tudjuk, hogy miből mennyi van. És hát sajnos nagyon sok mindenből kevés van. Vagy nincs. Mondjuk, igen, kicsit beszél hangosabban. Tiborius, amúgy, meg hogy nincs. Szóval van olyan, hogy 635 megás vinyó. Ezt most viccből küldtétek, ugye? Szóval azt szeretném mondani, hogy oké, küldtétek, apának a gépéből nem kiszedni a vinyókat, jó? A kecskepornókat letöröltük róla. Szóval, amit mondani szeretnék, hogy a leltár ugye készen van. Egy papírra fölvázoltuk. És be fogjuk vezetni a leltár füzetbe. Direkt kerítettünk egy gyönyörű szép csíkos leltár füzetet. Kérünk fényt. Nem tudom, hogy mennyi. Nagyon jó lesz az. Innen fölülről nyomjad, azt már jós lesz. Tehát van házunk 6 darab ATX-es. Egy darab AT-s. Van alaplapunk 8 darab ATX-es, egy darab AT-s. CPU-ból van 5 darab 478-as, illetve újabb szoket, és 8 darab régi, ezek a 370-esek, meg ilyesmi. DVD olvasóból és vagy íróból 11 darab van. Memóriából 4 darab 128-as rambuszunk van, 5 SD-nk, 3 DDR2-s, 0 darab DDR1-esünk van, ebből mindenképpen szükséges a többi. VGA-ból, S3 trióból van 9 darab, AGP-sből 1 darab, az micsoda? Az egy 902-es. Az egy gyönyörű 902-esünk, és nincsen PCI Express-es kártyánk. 0 darab van. Következő, hangkártyánk, egyetlen darab PCI-sunk van, és 6 darab izásunk. LAN, ugye ez a hálózati, internetre csatlakozós kártyát jelenti. 9 darab PCI-s van, és 1 darab Wi-Fi-s, ami, hát ez most a hallomér itten elnézést kérek, szóval ez a Wi-Fi-s kártya, tehát ugyanúgy a PCI-os simbe kell betenni, és gyönyörű szép Wi-Fi-s antennával kúszik föl a ismert szomszéd netjére. Hát melyik arra nem, mert az le van jelszó, de tudod, mit kérdett tőle a jelszót, hogy havi ezresért. Billentyűzetből egy darab AT-sünk van, 2 darab USB-sünk, és ugye a lista természetesen egyfolytában bővül, plusz 0 darab PS2-es. Ez nagyon-nagyon fontos lenne, például a PS2-es billentyűzet, mert nagyon-nagyon sok alaplapban nincsen USB. Na menjünk tovább, van egerünk, 2 darab USB-sünk és egy komosunk. Ismételten 0 darab PS2-esünk van. Mind a kettőre szükség van. Menjünk tovább, monitorból van 2 darab, táp és kábel 2 darab. Na. Ez már egy kicsit becsapósabb, mert több tápunk van, csak nem túl jó. Az igazság, hogy hát hibás, vagy kérdőjeles, és a kérdőjelesek, illetve a hibások nem nagyon kerülhetnek ki a műhelyből. Értelemszerűen ezt itt látjátok, hogy rázumolok nektek. Hibás! Jó, teljesen világos? Tehát van 2 darab hibás mínusz 4-es, meg plusz 4-es ATX-ünk, de sajnos ez nem nagyon működik. Itt van egy ilyen táp demo, nem tudom, szerintem egy pályás játszható tápról van szó. 100, illetve 120 wattos ATX-es tápot kell elképzelni, minimális hanggal és természetesen minimális teljesítménnyel. Úgyhogy a hiány a következő. Mennyi vinyónk van? Felírtuk egyáltalán, mennyi vinyónk van? A vinyónkat még nem. Nem is írtuk fel, hogy mennyi vinyónk van. Na, ezt hívják felelőtlenségnek. H, D, D. Kötője. 3 plusz 1 fél. Ezt nem számoljuk bele, mert ez egy... mondtam, hogy fél. ez egy tragikus, viccszerű állapot. Szóval van 3 darab vinyónk. Igen. És így ennyi, kb. A vinyót... Ezt a Winchestert ezt úgy kell érteni egyébként, hogy legalább, hogy is van, mekkora vinyó számít vinyónak? 4 giga a rendszer. Kellene további 4 giga ahhoz, hogy pakolgasson, a 10-es alatti vinyók nem számítanak vinyónak. Jó? Ezt most csináltuk, ezt a szabályt pont ebben a pillanatban, úgyhogy ez már is nem számít vinyónak. Tehát ezt macskát dobálni, anyuval, apuval rosszban lenni, stb. Haingálni. Ilyen erőszakos szexhez még jó. De a többi vinyó az mekkora? Itt vannak. Ebben akkor, nincsen? Abban nincsen. Ez egyébként a videokártyás számítógépünk, de kérünk fényt, jó? Hol a fényünk? Az most elrakódott. Elrakódott a fényünk. Szóval világítás felelős, igen. Szóval ez a videokártyás gépházunk. Azért ez a videokártyás, mert ebben vannak a videokártyák, tiszta evidens, nem? Van egy kakukktojásunk is. Mi az egy kakukktojás? Hát ő, egy lang hálózati kártya. Azért ez becsapós volt, hogy a videokártyák közé betaptál ízét. Nem baj, semmi baj. Te vagy a felelős, hát te raktad be.
Jó. Nem vettem észre. Jó, mindegy. Azt szeretem volna mondani, hogy nagyon-nagyon sok hiányunk van. Tehát ebbe sincs táp. Tehát ezt a 100 wattos viccességet itt nem vagyok hajlandó tápnak nevezni. Úgyhogy nincsen több vinyunk. Úgyhogy beírtam, hogy 2 darab. Meg kéne nézni, hogy azok mekkorák ott. Mert én 3-at látok. Hát akkor. Beírjuk, hogy 3. Jó. Most így élő adásban hol a lámpája ennek? Itt a lámpája. Hülye. Nem oda kell világítani. Ezt letesszük, lámpit. Itt. Na, szólj, ha látod. Keresem, de nem látom. Ez fireballos, tehát nem látjuk. 10 giga. Meg pont a határeset. Nem, abszolút jó. Tehát a határeset, azt már mi elfogadjuk. 10 giga. Figyelj, 8 és félre még azt mondjuk, hogy jó, beletesszük. Tehát nem, annyira nem leszünk szörszállásra. Hát, a következő. Maxton. Ez egy 20-as. Régebben úgy csináltam a vinyókat, hogy felírtam, hogy hol tartok. 3 darab feladat van, amit egy vinyón el kell látni. Az egyik az, hogy föl kell tenni rá a rendszert. Ez a legfelső. A következő, hogy játék kerüljön a rendszerre, és a harmadik, hogy legyen rajta tájékoztató videó. Tehát ez a 3 mindenképpen kell. Jó, és a harmadikunk? Meg egy 6,5 gigás. Na hát ez már tényleg nem számít vinyónak. Úgyhogy van. Van 2 darab vinyónk, ezt szépen be is írjuk. Miért megtalálom a ceruzát, amit az előbb nem tudom, hova raktam. Parancsolj. Köszönöm szépen. De jó, hogy nem egyedül dolgozott, mert az ugyan. 2. Ugye teljesen egyértelmű, hogy rengeteg mindenre szükség van. Tehát akkor most következik a leltár. Mire van szükség? Mindenre. Egyszerűen mindenre szükség van, mert hiába van egy-két dologban, hogy mondjam, soknak tűnő mennyiség, nem az. Mondok egy példát, jó? Van 4 darab rambuszunk. A rambusz az egy nagyon speciális RAM, tehát memória típus. Ez eddig világos? Király, nem? Na nincs hozzá alaplapunk. Menjünk tovább. Van, ja és ez darabra van mérve, nem gigabájtra, illetve kilobájtra. Igen. Kicsit el van számolva a dolog, tehát ez nem korrekt, mert darabra van mérve. Úgyhogy nincsen DDR1-es memóriánk. Amennyit lehet, légy szíves, küldjetek, jó? Alaplapból 8 darab ATX-es, 1 darab AT-s. Úgyhogy ilyen egyszerűen, ahogy mondom, teljes mértékben átlátjátok a listát. Nem igazán állunk jól, az az igazság. Most mindent áthoztunk, elkezdjük a műhelyben ezeknek a gépeknek az összepakolgatását, kipróbálgatását, és kívánjatok sok szerencsét. Nem úgyhogy igen. Minden jót, sziasztok! Szervusztok! Jó, haver, sok lesz még a meló. Jó. Miért én csináljam? Tessék. Nem vagyok jó. Nem vagy jó operatőr? Szóval, nem. Hello mindenkinek, ez már a második videó ugyanazon a napon, majd összefűzöm a később. Jött 3 számítógép, és 4 monitor. Ugye jól tudom. Igen. 1, 2, 3, hol a negyedik? Nem tudom. Az nem? Már volt itt, az már volt. Vagy 3 monitor jött, meg 3 ház, vagy 2 ház. 3 monitor, az biztos. Az már itt volt eleve, ezek jöttek most. Egy, a másik. Meg ez. Na, egy olyan számítógép jött, képzeljétek el, rajta van a Windows XP. És nem tudjuk a jelszót. Nem baj, mert a Linux-on majd bemegyünk. A lényeg az, hogy teljesen kifogástalanul működik, tehát semmi baja. Úgyhogy tiszta jó, egy teljesen komplett gép. A másik, azért azt megmutatnám, 5 szolos lemez. Azért vágott, hogy van benne egy 5 szolos lemez. az dögjön meg, az benne is fog megdögleni. Az úgy nagyon jól elfér benne. És hát egy csomó csavar, meg billentyűzetek is jöttek, ott alul remélhetőleg látjátok. Jött még 3 táp, meg billentyűzetek, úgyhogy valamivel jobban állunk, mint az előbb, de csavarokat majd még hoznom kell. Úgyhogy ennyi a helyzet. A videokártyákból, meg az alaplapokból már a kukában van egy pár, tehát eleve nem működik, úgyhogy rövidesen jön majd az az update, hogy most mi van. Mert össze fogjuk számolni, hogy akkor megint mi a különbség. Ugyanis eleve olyan alaplap jött ebbe, hogy nem volt benne hálózati kártya, azért tett bele egyet, de természetesen ilyenkor ezeket nem nagyon számoljuk külön. Hanem ugye ez már a komplet gépnek számít. Na, úgyhogy... A kurva anyát, hogy nem ugrasz oda, ahol én akarom. Nem ugrik.
Na. Lőjed! Szóval. Memória. De az oroszok. Hát mert biztos oroszok, nem? Szóval van egy pár, jó pár memóriánk, úgyhogy lehet az egészet újra számolni.